Eger Bakta, Varga Tibor polgármester, és május elején vagyunk, illetve mondhatom azt, hogy lassan május közepén. Azt hiszem, hogy megkérdezhetem azt, hogy hogyan teltek az elmúlt hónapok. Eger Baktán mi történt, hogy sikerült átvészelni, és látom, hogy a szemei azért nem a pihenésről szóltak idáig. Lehet látni a képet, hogy azért munka volt. Hát köszönöm a kérdését. Igen, elég intenzívre sikeredett ez a két hónap, amióta ugye a vészhelyzet kihirdetésre került. Hát váratlanul ért azért itt a hivatal részéről is bennünket, illetve az önkormányzatnál, de a lakosság szempontjából is. Úgyhogy az első kezdeti ijegység, döbbenet több minden olyan dolgot szült, amit aztán később korrigálni kellett. Például ugye itt az első az óvoda bezárás kapcsán a szülőket írásban meginterjú voltuk, hogy kérik-e az ügyeletet, illetve kérik-e az étkeztetést, és úgy meg voltak ijedve, hogy senki nem kérte, de ugyanez elmondható az általános iskolások vonatkozásában, és ugye sajnos Eger Baktán már nincs így Egerbe, gyakorlatilag a szülők közül senki nem kérte az étkezést. És hát a népkonyha, ami működik, az is már 35 fővel működött, a kezdeti 280 főről lecsökkent, úgyhogy ezt próbáltuk első körbe népszerűsíteni a szülők körébe, hogy hát arra kell azért felkészülni, hogy ez egy hosszabb idővallum lesz, hát mindenféleképpen azt a lehetőséget ne tagadják meg a gyerekeiktől, hogy a napi ingyenes étkezést biztosítani tudjuk. Ezt az első perctől kezdve házhozszállítással biztosítjuk, hát illetve a népkonyha vonatkozásában most már, ugye, hogy feloldották itt vidéken a kijárási tilalmat, most már a héten már ugye el tudnak érte az érintettek menni, eddig házhoz szállítottuk addig. Ezt is úgy, hogy a kezdeti 35-ről most a múlt héten már a statisztika alapján 365 meleg étkezést biztosítunk itt a faluba, minden nap, vasárnap kivételével, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagy segítség, illetve amit még ugye fontosnak tartottam, és első körben megszerveztük ezt a gyógyszerellátást, hiszen sajnos a Fiókpatika Eger Baktán bezárt, így hogy Egerből tudjuk a gyógyszert beszerezni, de a családsegítő munkatárs ugye napi kapcsolatban vannak itt az idős rászorult, egyedülálló emberekkel, mindegyiket a vészhelyzet kapcsán mindenkit felkerestek személyesen, és ugye meginterjú voltánk, hogy kinek mire van szüksége, telefonszámot és elérhetőséget hagytak ott többet is, hogyha valakinek menet közben bármiféle problémája, gondja van, akkor tudja értesíteni akár a hivatalt, akár a családsegítőt, úgyhogy ez egy nagyon komoly munka volt, illetve a gyógyszer beszerzés vonatkozásában, ami nem csak a gondozottakra, hanem vonatkozik a falu lakóinak teljes egészére, aki ezt igényli, az van rá lehetőség, hogy leadja az igényét az önkormányzatnak, vagy a családsegítőnek, és napi szinten a családsegítő vezetője, mikor jön ki Egerből, akkor a gyógyszertárba, aki volt itt Fiókpatikai gyógyszertár, kötöttünk egy ilyen szerződést, hogy előre e-mailen megrendeljük, hogy Eger Baktán milyen igények vannak, és ennek alapján ugye a családsegítő már az elkészített dobozt tudja felvenni, mindenki megkapja a számlát, és itt a családsegítővel számolnak el, illetve hát a családsegítő jelzése alapján, hogyha úgy látják, hogy vannak olyan családok, vagy egyedülálló, idős, vagy akár krónikus betegségbe szenvedő fiatalabb is, akinek a gyógyszer kifizetése problémát okoz, akkor az önkormányzat a szociális keret terhére átvállalja ezt a gyógyszerköltséget, és így aztán gyakorlatilag ugye nem kell a gyógyszerért fizetni. Én úgy tudom, hogy Eger Baktán sem fertőzött nem volt, sem beteg nem volt, sem karantén.
Volt-e valami polgármesteri hatáskörben történt intézkedés? Ugyanis ez nagyon sok településen adott volt, hogy korlátozások voltak, játszótér lezárások, bezárások, parkoló bezárások. Itt azért a Mátra felé elég nagy a forgalom is Eger-Baktán keresztül. Milyen intézkedések voltak, illetve szó szerint hogyan sikerült meggátolni azt, hogy ilyen jó legyen a statisztika? Hát karantén az azért volt, mert ugye húsvét előtt itt a külföldi hazatérő vendégmunkások ugye karanténbe kerültek automatikusan. Hát azt azért elmondhatom, hogy le a kalappal, tehát nagyon fegyelmezetten viselték, és vették ezeket a karantén dolgokat nagyon komolyan. Igaz, hogy ugye a rendőr a faluba elég szigorú, és tudja mindenki, hogy nem lehet vele viccelődni, ugye ő napi két alkalommal a karanténben lévőket ellenőrizte a körzeti megbízott, és szerencsére az ő jelzése alapján is nem volt fegyelmezetlen, nem kell senkit szankcionálni. Szerencsére most épp az egyik családsegítőnek az előbb kaptam meg az eredményét, hogy a harmadik tesztje is negatív volt. Eddig Eger-Baktán nincs tudomásunk koronavírusos megbetegedésű. Hát a karantén meg az ugye ez abból adódik, hogy aki külföldről vagy olyan helyről tér haza, illetve olyan dolog történik, akkor ugye a rendeletnek megfelelően ezt a 14 napot mondjuk karanténba kell tölteni. Ilyen azért volt, szerencsére viszont ilyen vírusos még nincs. Mi újság a lakossággal, hogyan viseli ezt a helyzetet, hogyan tudja átvészelni, vannak-e valami problémák? Tehát itt most azért konkrétan a problémákra gondolok, iskola bezárás, digitális oktatás, vagy az embereknek a munkahely megszűnés, merülnek-e föl ilyen dolgok, keresik-e meg polgármester úrt ilyennel? Hát igen, nyilván nem egyszerű ezeket a dolgokat megélni, mert a munkahely elvesztése is sokakat érint. Itt azért a faluban nem olyan túl sok munkahely van, inkább csak ilyen mezőgazdasági alkalmi munka, illetve mondhatni, hogy már évek óta a legnagyobb munkáltató maga az önkormányzat. A közfoglalkoztatás keretében most is foglalkoztatunk körülbelül 35 embert, és igazából azt elmondhatom, hogy a részhelyzet kihirdetése ellenére is a közfoglalkoztatás ugyanúgy zavartalanul működik tovább, mint teljes létszámmal, mint ahogy eddig működött. Természetesen a rendeletnek megfelelően azokat az óvintézkedéseket betartva, amit a rendeletben előírtak és megkövetelnek. Tehát a segélyezés kvázi az a rendkívüli élethelyzetben került embereknél ugyanúgy működik. A hivatal persze se volt bezárva, tehát a kollégáimnak külön szeretném megköszönni. Itt a dolgozók egy percig se dolgoztak otthonról, mindenki bent van, a munkaidőt rendesen ugyanúgy tölti ki, mint eddig, tehát ugyanúgy naponta fél négyig dolgozunk, illetve pénteken fél kettőig. Bármilyen probléma merült fel, ezt menet közben a kollégámmal együtt igyekszünk minél rövidebb idő alatt megoldani. Eddig kvázi olyan problémával, ami a lakosságnak valami komolyabb gondot okozott volna, nem találkoztunk szerencsére. Itt a korlátozások, itt is ugye a játszótérre vonatkozik. Hát volt olyan, hogy telefonáltak, hogy 30 motoros van a posta előtt, akik ugye itt álltak meg pihenni, de hát ugye nyilván ezzel sokat nem tudunk mit csinálni, mert mire a körzeti megbízott kiért, addigra a motorosok tovább álltak. Tehát a Eger-baktai lakosság meg azt tudom mondani, még egyszerűen nagyon fegyelmezetten viselt eddig, reméljük a továbbiakban is így fog a dolog menni, mert ugye ez az alapja annak, hogy itt elkerüljük a nagyobb bajt a településünkön. Én mindig az utolsó kérdést hagyom a legszimpatikusabb, és ezt mosoly nélkül nem szokták sokan megállni. Itt most azt mondtam, hogy a krízis helyzet közepén tervez-e a polgármester valami meglepetést majd az embereknek akkor, amikor lehet egy jó rendezvényt, mert voltunk azért Eger-Baktán elég jó rendezvényeken, meg elég színvonalos rendezvényeken. Van-e valami a tervbe, hogyha lehet, akkor vagy igennel, vagy nemmel, vagy esetleg, ha van konkrét terv?
Hát a konkrét terv, mint minden évben, a szeptember 3. szombatján a falunap, nagyon-nagyon bízunk benne, hogy addigra már ezt a koronavírust egy fergeteges bulival tudjuk lezárni, és a megszokott színvonalon itt a falu napi rendezvényünket meg tudjuk úgy oldani, hogy mindenkinek egy felejthetetlen falunapot szeretnénk szeptemberre. Remélhetőleg, hogy jó egészségbe kibírja, addig mindenki is vége lesz ennek a vírus mizériának addig. Köszönöm szépen Varga Tibor Egerbakta polgármesterének, és további nagyon kellemes és kitartó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönjük.